Szerintem mindenkinek valahol egy álma, ami vagy meg tud valósulni, vagy nem. Nekem olyan szerencsém volt, hogy 1994-ben juthattam ide ki az országba először, turistaként, vadászként, és rögtön első látásra az ország megtetszett és beleszerettem. Csak vadászat céljából lehet veled itt találkozni? Nem csak vadászat céljából. A cég profilja elsősorban a vadászat, a vadászatszervezés, és emellett kiegészítő programként vannak fotoszafári, kirándulások, óceánpart, cápahordászat, egyéb nemzeti parkok meglátogatása. És ha valaki olyan szerencsés, mint én, akkor mit tudsz neki megmutatni Afrikából? Igyekszünk a rövid idő ellenére minél többet megmutatni az ide látogató vendégeinknek. Legyen az vadászat, legyen az egy fotoszafáris kirándulás. Igyekszünk a programokat is úgy összeállítani mindenkinek a kívánsága szerint, hogy minél többet láthasson ebből a gyönyörű és hatalmas országból. Kell-e félni Afrikától? Ha igen, akkor miért? Ha nem, akkor miért nem? Igazán félnivaló az országban nincsen. Tehát azok a dolgok, amik esetleg egy ide látogató vendég számára veszélyes lehetne, és ezt csak most idézőjelben mondom, mint a vadászaton, mint a fotoszafarin, komoly gárda kíséri a vendégeinket, akik minden esetben odafigyelnek a vendégeink biztonságára. Akkor Afrika nagyon drága, akkor ezt nem mindenki engedheti meg magának. Nem igazán mondanám, hogy drága lenne, mert hogyha most összehasonlítam akár egy Horvátország, egy zádali kirándulással, ahol most a horvát tengerparton egy apartmant 75 euróért bérel az ember egy napra, és akkor még az ellátására gondoskodni kell, itt pedig 80 euróért megkapja ugyanezt, szállás, ellátás, teljes ellátás. Mindenkinek el lehet dönteni, hogy Afrika vagy Európa, de annyit mindenképpen megér, hogy az ember egy új földrésszel tud megismerkedni, új emberekkel, új világot láthat. Gondolom, ezzel te is egyetértesz. Tökéletes mértékben. Az egyik barátomat hadd idézzem itt, aki azt mondta, hogy amíg még én nem voltam kint, azt mondta nekem, hogy kedves barátom, amíg még nem jártál itt, minden este arról fogsz álmodni majd, hogy milyen lesz. És ha majd hazamentél, minden este arról fogsz álmodni, hogy mikor jössz ide vissza. El tudnád-e képzelni az életed további részét úgy, hogy első számú hazád Afrika, pontosabban Namíbia legyen? Az elmúlt évek, évtized hozta úgy nekem ezt, hogy időm nagy részét itt töltöm. Tehát az év 12 hónapjából azért 8 hónapot itt vagyok az országban. Tehát valahol nekem Namíbia, Afrika most már mondhatom úgy, hogy inkább elsődleges otthonom lett, de én magyarnak születtem, és mindig is az is fogok maradni, és azért a hazaszeretet mindig bennem van. Úgy tudom, beszéled az itteni helyi nyelvjárásokat, és beszéled az úgynevezett afrikáns nyelvet. Légy szíves, mondj valamit ezen a nyelven akinek. Igen, hát az elmúlt években ugye az emberben ugye ki kell alakuljon az, hogy meg kell tanulni azt a nyelvet, amivel tud kommunikálni az itteniekkel. Itt elsősorban a közös nyelv az afrikáns, amit beszélünk, emellett ugye angol, német és hát a 11 törzsi nyelv, ami az országban él. Afrikánszul talán annyit, hogy ekes baya blei, om tu iso prátna omit jó, en ek wof, dat on szál noh mense krej von on haraja, vikom inatú na Namíbia, en miskén szále jachsa mit mei, of kan ek marele net fat, for a fotosafáris, en beis forele grút, en hú mooi is hier in Namíbia. Otthon igen kevesen értették, segíts nekünk abban, hogy ezt mit is kell ez alatt érteni. Szeretem volna megköszönni a lehetőséget, hogy így ezen a fórumon keresztül köszönthetem a magyar televízió nézőit, és nagyon remélem, hogy minél több magyar vendéget köszönthetek itt Namíbiában, és minél több vendég lesz, aki eljön meglátogat itt, akár egy vadászaton, akár egy fotoszafárin.
Hozzánk érkezők részére igény szerint állítjuk össze a programokat elképzeléseik szerint, legyen az vadászat vagy vadászattal egybekötött kirándulás, fotószafari, cápahorgászat. Vállaljuk vendégeinknek repülőjegy, vízum, fegyver, ki- és beviteli engedély, export és import papírok, trófeák hazaszállításához szükséges dokumentációk beszerzését.